estét kívánok mindenkinek! A nevem Budainé Orosz Réka, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hát már nem is tudom, hogyan kellene köszönni, hogy szép estét, Kárpát-medence, kellemes reggelt, jó reggelt, Ausztrália, kellemes délután, szép napot, Amerika, nem tudom. Kezdem ezt a köszönési típust is felvenni, és egy nagyon érdekes témáról fogunk ma egy nagyon komplex összefoglalót meghallgatni, de ahhoz, hogy mindenki jól halljon, ahhoz szükségem lenne némi egyeztetésre, hangminőség érdekében. Megköszönöm, ha odaírják, hogy honnan hallgatnak bennünket, hogy külön tudjunk minden egyes településről érkezett hallgatónknak örülni. Remélem, hogy ma esti webkonferenciáknak jó a hangja Budapesten, Imaszombaton is, Budapest minden pontját, még Sydneyben is hallhatunk Gizellának. Külön köszönjük, hogy korán kell azért, hogy velünk lehessen, hogy velünk kezdhesse a napot. És önöknek pedig köszönöm Székesfehérvárról, Debrecenből, Margitáról, Szombathelyről és Szerbiából, hogy velünk töltik a ma estét. Nagyon köszönöm a visszajelzéseket, nagyon örülünk mindenkinek. És el is kezdenénk a mai webkonferenciát. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes témát fogunk ma hallani, én teljesen fel vagyok tőle villanyozódva. Ha szabad úgy fogalmaznom, akkor a ma esti lélegzet elállító témánk és összefoglalásunk a nehéz légzésről fog szólni a germán gyógytudomány tükrében. De mi is az a nehéz légzés? Ki ne tapasztalta volna azt, hogy vannak az embernek olyan pillanatok az életében, amitől eláll a lélegzete. No, nem ezekről lesz ma este szó, hanem azokról az esetekről, amikor a légvétel nehezített számunkra. Ez nagyon kellemetlen tünetekkel együtt jelenik meg. Egészséges embereknél például a futáskor nagyon megerőltető fizikai munka végzésekor jelenhet meg a nehéz légzés, de akár egy nagyon súlyos, traumatikus idegi érzelmi megrázkódtatás során is érezhetjük ezt. Már egy picit azért felvezettem a bevezetőben is, hogy érzelmi megrázkódtatásokról igenis beszélni kell a nehéz légzés kapcsán, hiszen nem csak egészséges emberek futásakor és nehéz munkavégzéskor jelenhet meg, hanem úgy, amúgy valamilyen betegség kapcsán is. De hogy mit tudunk a betegségekről, hogy ennek a valós okát ismerjük-e, hogy fel tudjuk-e tárni, hogy mitől betegszünk meg, illetve mitől gyógyulunk meg, ahhoz szükséges ismernünk a germán gyógytudományt, és számomra egy lélegzetelállító férfi fog bennünket bevezetni ebbe a témába, hát ki is fejeztem, hogy számomra, és ennyi szubjektivitást tessenek megengedni nekem, kedves hallgatók. Szóval a kedvenc előadómat fogják ma este hallani, dr. Budai László Károlyt, vagy ahogyan mi szeretjük őt hívni, Karesz, aki orvos, természetgyógyász végzettségével, életmód tanácsadó terapeutaként, illetve germán gyógytudomány terapeutaként fogja önöket bevezetni a nehéz légzés titkaiba, rejtelmeibe. Teszi mindezt úgy, hogy pár szóban előtte felvezeti azokat az alapismereteket, amelyeket a germán gyógytudományról tudni illik. Köszönöm szépen, Réka, a bevezető gondolatokat, és én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos koratavaszi estén. A nehéz légzésről egy összefoglaló előadás lesz. Mindennek a részleteiben nem fogok tudni belemenni, de nyilvánvaló a leggyakoribb okait a nehéz légzésnek mindenképpen szeretném megvilágítani, hogyha ilyen tünet jelentkezik valakinél, akkor tudja, hogy mire gondoljon, vagy akár terapeuta, akinek nincsen orvosi, hát mondjam azt, hogy előképzése, tudjak egy olyan gondolkodást átadni, ami segíti abban, hogy az emberek problémáját megfejteni tudja. Tehát mindenképpen a nehéz légzés egy nagyon komoly, egy nagyon-nagyon komoly tünet, amikor már megjelenik, és ezért kell ezzel nagyon komolyan foglalkozni, és ezért kell nagyon komolyan meghatározni, hogy mi is ennek a valós oka. Ahogy a magyar tanára mondta, a háttere, gyökere, oka, foka. Ezeket a dolgokat, ha megismerjük, akkor fogunk tudni valós megoldást is adni arra, hogy
mi a teendő ebben az esetben? Nos, a germán gyógytudomány hajszálpontos választ ad nekünk arra, hogy a tüneteink mögött milyen megéléseink vannak természetesen, és a nehéz légzés mögött is tisztáznunk kell, hogy a meglévő, hát mondjam azt, hogy érzelmi megrázkódtatások közül, melyek azok, amelyek ránk jellemzőek, és amelyek hát ide vezetnek. A germán gyógytudomány, vagy germán új medicina, GNM rövidítve, dr. Rikegert Hamernek a felfedezése, annak a csodálatos orvosnak a munkássága, aki nem csak orvosként, hanem teológusként, papként is működött, és ugyanakkor fizikát is tanult az egyetemi évei alatt. Dr. Rikegert Hamer az a csodálatos feltaláló is egyben, aki találmányai után jogdíjakat kapott már, és ebből meg tudta oldani a pénz nélküli betegellátást, amire ő és az orvos felesége egyaránt vágyakoztak. Mindezt Olaszországba készültek gyakorolni 1978-ban. Csak hogy 1978-ban egy családi tragédia minden addigi álmot felülír és megszüntet, ugyanis 1978. augusztus 18-án Hamer doktor 19 éves fia, Dirk Hamer, két halálos lövést kap a Korzika melletti Kávaló szigeten, éppen aludt egy csónakban a kikötőben, amikor az olasz trónörökös erősen ittas állapotban két pisztolylövéssel ezt a alvó fiatalembert halálosan megsebesíti. A lényege a történetnek nem csak az, hogy felmentik a gyilkost 13 évi pereskedés után, hanem az is, hogy Hamer doktor mindent elkövet természetesen a fia életének megmentéséért, és 78. augusztus 18-ától december 7-ig így nappal át téve küzd a fia életéért, de december 7-én Dirk Hamer, 19 éves fiú, meghal az apja karjai között. Ez a történet, ez nagyon váratlanul éri Hamer doktort, hiszen küzdött, mindent elkövetett, 19 műtéten ment keresztül ez a fiú, ez alatt a 111 nap alatt, és bizakodott benne, hogy sikerül az életét megmentenie a fiának, bár vigilkómában, éberkómában volt mindvégig ez a 19 éves fiatalember. A események után rövid időre, két hónapra rá Hamer doktornak Herel daganatot diagnosztizálnak, és kiderül, hogy hashártya megvastagodása is van. Mondták, hogy a hasa tele van átétekkel, és kevesebb, mint 1% a túlélési esélye. Hamer doktor mindent túlélt, pokoli kínok következtek az életében, és természetesen a feleségével való folyamatos beszélgetés és hát fájdalomfeloldás, testi és lelki fájdalomfeloldásról beszélünk, oda vezetett, hogy Hamer doktor teljesen felépült. 1981-ben egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, és megkérti a bent lévő betegeket, mint belgyógyász főorvos, hogy történt-e a daganatos hölgyek életében, a daganat megjelenése előtt valami váratlan esemény, amit úgy tudnak elmondani, mintha tegnap történt volna. És természetesen mind a 200 esetben ezek a történetek megvoltak, és 81 őszén Hamer doktor bejelenti a rák vastörvényét, mert rájön arra, hogy a rák az nem ismeretlen, nem rosszindulatú, nem autoimmun folyamat, hanem mindig egy nagyon súlyos, váratlan, érzelmi megrázkódtatás következtében fog kialakulni, ha magányosan éljük meg ezt a drámát, és benne ragadunk a konfliktusban. Mindig egy félelemről van szó, egy érzelmi megrázkódtatáshoz, amihez egy félelem kötődik, és nyilvánvaló, hogy ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást. Már is tisztázni szeretném,
hogy ez a lélek, ez nem az a bizonyos spirituális lélek. A magyar nyelvben a lelki megrázkódtatás valójában egy érzelmi és gondolati, tehát egy pszichés megrázkódtatást jelent, csak magyar nyelven így fejezzük ki, hogy lelki megrázkódtatás. Tehát nem az a bizonyos lélek rázkódik meg, azt kérem szépen nyugodtan el van. Ez a pszichés megrázkódtatás viszont az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást minden esetben, vagyis nincsen szervi elváltozásunk, előtte meg nem élt nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás nélkül. Az agyban a lenyomata ennek mindig ott lesz. És a konfliktus pillanatában kialakulnak úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között mi a konfliktust magát megéltük. Ennek az a lényege, hogy ezután már újabb konfliktus nélkül is a biológiánk újraindítja azt a túlélő programot, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevezett. Ez a három betű itt a képernyő alján jobb oldalt pontosan ezt jelzi, EBK, vagyis értelmes biológiai különprogram. Az első természettörvényt Hammer doktor, mikor felfedezte, még nem tudta, hogy további négy természettörvényt is föl fog fedezni. 81-ben az erő kiment a térdeiből, mikor erre az egész összefüggésre rájött. Hát 200 eset is bizonyította, hogy ez minden esetben így van. A fia kedvesen megjelenik álmában, megdicséri az apját, és arra biztatja, hogy nyugodtan közölje, amit felfedezett, mert ez pontosan így van. Ezt a bejelentést azóta se tudta senki se megcáfolni. A további négy természettörvényt se tudták megcáfolni. Hammer doktor egészen az alapokig ásott le, hogy bebizonyítsa, hogy mindaz, amit elmond, annak biológiai alapja van. Viszont ne feledjünk el egy nagyon lényeges dolgot. Soha, de soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én a történetet hogyan éltem meg. Vagyis, mivel Hammer doktor veszteségként élte meg a fiának az elvesztését, elhalálozását, ezért lett nála heredaganat, hiszen a heréknek vagy petefészkeknek a feladatuk a veszteség pótlása biológiai szinten. Ez egy teljesen normális dolog. A történetek sokaságából soha nem az számít tehát, hogy mi volt a cselekmény, hanem hogy a főszereplő mit élt át abban a pillanatban, amikor az a bizonyos történet megtörtént. És ezért írtam ide külön piros betűkkel, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Mindig az számít, hogy én mit éltem meg, és a cselekmény az teljesen másodlagos. Nyilvánvaló, ha érzelmileg oldjuk föl azt, amit érzelmileg elindítottunk, akkor a sinek is eltűnnek az életünkből, és ez az igazi megoldás. Ha nem oldottuk meg érzelmileg, akkor a sinek garantálni fogják számunkra a krónikus betegségek megjelenését. A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ez nem véletlenül a fő üzenete a weblapnak. Pontosan azért hangsúlyozom ezt ki minden alkalommal, mert csak a beteg tudja megmondani, hogy egy adott történet kapcsán ő mit élt meg, és ezt csak ő tudja érzelmileg lezárni. Ez az, amiben nekünk segítenünk kell, hogy az érzelmi lezárás az megtörténjen, hogy úgy mondjam 180 fokos fordulattal, pontosan azért, hogy a sinek eltűnjenek, és ne legyen belőle krónikus betegség. De remélem, ezzel mindenki tisztában van, hogy csak a történetet tudjuk elmondani egy esemény kapcsán, de azt, hogy ki mit élt át abban a pillanatban, azt nem fogjuk tudni elmondani. Hammer doktor az első természettörvény felfedezése után nem sokkal már a második természettörvényt is felfedezi, leírja, hiszen jó belgyógyászként ugye tisztában volt vele, hogy hideg és meleg tünetek jelentkeznek a betegeknél. Érdekes módon a hideg tünetek mindig a stresszes idegállapotban jelennek meg. Ki ne élte volna már át, hogy amikor feszült idegállapotban volt, akkor hideg volt a keze, hideg volt a lába, nem tudott elaludni, vagy ha elaludt, fölébredt álmából, és még mindig azon a bizonyos történeten járt az esze, nem volt étvágya, emiatt néhány kilót lefogyott,
Ezek mind általános tünetek, amit mi egyszerűen csak annyit mondunk, hogy stresszes az életem. Pedig ezek a konfliktus aktív szakasznak a tünetei. Ugyanis amikor megtörténik a DHS becsapódása, amit itt az első függőleges vonalon látunk ábrázolva, a Hammeri iránytűn, ezt Hammer doktor rajzolta, ugye, akkor amíg érzelmileg nem mondok föl valamit, addig kapok viszont egy biológiai segítséget, egy biológiai választ arra, amit én érzelmileg nem tudok feloldani, ezen a konfliktus aktív szakaszban. Aztán jön a konfliktus megoldása, a KM, a második függőleges vonalon, és akkor a szervezetem visszakapcsol, vagyis mindazt, amit a túlélésem érdekében a konfliktus aktív szakaszban megtett, mindazt helyre fogja állítani a megoldást követő szakaszban. Amint látjuk, itt a piros szín dominál. A két piros mező közt van egy kék színű mező. Az első piros mező exudatív fázis elnevezést visel, hiszen folyadék áramlik, gyülemlik be oda, ahol éppen szöveti szinten a gyógyulásunk elkezdődött. Ugyanez a folyadék az agyi központba is, a relébe is begyülemlik, és ez fogja a fokozódó fejfájást okozni. A gyulladás tüneteit gondolom mindenki ismeri, a duzzanat, pirosság, fájdalom, ezek mindenki számára ismerős történetek. A melegség, a láz, illetve a működés képtelenség, ezek egyéb kísérő tünetek. Aztán jön a kék színnel jelzett fölfelé mutató nyíl, az epileptoid krízis, amikor ugyanis az történik, hogy helyreáll az agyi relének az állapota, vagyis ebből a Hammeri gócból, ahova becsapódott ez az érzelmi megrázkódtatás, a feles folyadék ki fog préselődni, és megszűnik a fejfájás, ugyanakkor a folyadék további része is a szöveti szinten kipréselődik a szervezetünkből. Mindez azt jelenti, hogy több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Ezek nagyon lényeges tünetek, de ne feledjük, hogy az epileptoid krízisben fogjuk a legintenzívebb betegségnek megélt tüneteket megtapasztalni, tehát a tüdőembólia, a szívinfarktus, a mélyvénás trombózis, a vesegörcs, az epegörcs, vagy az erősen fokozódó fulladás érzés is az epileptoid krízisben fog jelentkezni, ha a diszpnoéról, vagyis a nehéz légzésről beszélünk. Az epileptoid krízisben valós epilepsziás görcsroham is előfordulhat, de ehhez nyilvánvaló magának a DHS-nek egy mozgással kapcsolatos konfliktusnak kell lennie. Jön a befejező része a gyógyulási szakasznak, a második piros zóna, ez a hegesedési fázist jelenti. Ilyenkor már jó a hangulatunk, és jó az étvágyunk, viszont egy extrém fáradtságot fogunk érezni. Tehát amikor az is nehezünkre esik, hogy a kislábújunkat megmozdítsuk. Most tudnunk kell, hogy ilyenkor tényleg pár nap választ el a teljes felépüléstől. Annyi feladatunk van, hogy együnk és aludjunk. És akkor a program kifut, és minden megy tovább a maga útján. Ez a történet így nagyon egyszerűnek tűnik, általánosan bemutatva, természetesen az egyes külön programoknál más és más dolgot fogunk tapasztalni. Mi történik akkor, amikor ez nem egy egyszeri eset? Már ez is nagyon érdekes, hiszen ha az epileptoid krízisről jól memorizáltam, amit mondtál, éppen ilyenkor vannak a leghevesebb tüneteink, és zömében ilyenkor fordulunk segítségért, amikor már félig meg vagyunk gyógyulva, mert nem tudjuk értékelni a tüneteink mögött húzódó konfliktusokat. Hát ez a probléma, igen. És hogyha egy kicsit még mélyebben belemegyünk a tünetek megértésébe, akkor még jobban meg tudunk nyugodni, akár melyik szakaszában is legyünk ennek az értelmes biológiai különprogramnak. Értelmes, mert mindig a túlélés és a faj fenntartása a biológiai értelem minden esetben, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak úgy unalmában, csak ha mi magunk elindítjuk. Nem véletlen dolgok történnek meg, amint mondtam, a konfliktus aktív és megoldási szakasz alatt. A konfliktus aktív szakasz alatt vagy sejtet építek, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok.
A megoldási szakaszban természetesen ennek a fordítottja fog megtörténni. Tehát ha sejtet szaporítottam a cél érdekében, mondjuk tüdőszövetet szaporítottam, mert halálfélelmi konfliktusom van, ez a DHS maga, akkor ez azt jelenti, hogy a megoldási szakaszban le fogom bontani a feleslegessé vált tüdőszövetet, és hát gennyes véres köpetek közepette, éjszakai izzadással, nagyfokú gyengeséggel és lázzal, ezeket a felesleges cafatokat ki fogom köpködni. Természetesen, ha nem tudom, hogy ez éppen a gyógyulás, akkor ezt megint konfliktusként élem meg, is elakad a gyógyulásom. Ha egy légcsőhurutom van, mert birtokféltés konfliktust éltem meg, akkor a konfliktus aktív szakaszban tágulni fog a levegő-levezető rendszer, vagyis a nyálkahártya sorvadásával megnő az átmérője ennek a csőrendszernek, és még több levegő még könnyebben tud lejutni a tüdőbe, hogy tudjunk küzdeni a birtokféltés konfliktus során. Legyen elég levegőnk hozzá. Amikor megoldódik a konfliktus, akkor érem szépen ez a nyálkahártya elkezd visszaépülni, és ezt már tüdőgyulladásként fogják diagnosztizálni a rendelőben, a fonendoszkópban hallgatózó ember számára. És hogyha működést blokkoltam a konfliktus aktív szakasz alatt, akkor ez a működés el fog állni a megoldási szakaszban. Vagyis nagyon egyszerű a képlet, mert sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és természetesen vagy a sejtek számát fokozom, vagy a sejtek számát csökkentem, vagy a működést fogom megfékezni, negyedik megoldás nincs. De ezek a dolgok sem véletlenül történnek meg a szervezetünkbe, hiszen Hammer doktor az embriológiáig, az egyetfejlődéséig visszalapozva tudta igazolni, hogy a szervezetünkben előforduló egyes szervek, szövetek, ezek honnan erednek, és milyen idegi irányítás alatt maradnak egy életen át. Ezt látjuk ezen a fő baloldali képen. Három csiralemezből lesz minden sejtünk, minden szövetünk, és ezek egy életen át a megszokott működésüket végzik. Nem alakulnak át egyikből a másikba, semmilyen metamorfózison nem mennek keresztül ezek a sejtek. Végzik a dolgukat, ha prostatasejtnek születtek, akkor végig prostatasejtek maradnak, ha csontsejteknek születtek, végig csontsejtek maradnak, ha tüdőszövetnek születtek, akkor azok végig tüdőszövet is lesz belőle. Tehát metasztázisok azok biológiai képtelenséget jelentenek, hiszen egyetlen kialakult sejt sem fog tudni már visszaalakulni egy korai embrionális állapotban, hogy egy másik csiralemez szerint alakuljon ki. A csiralemez senki se keresse a testében, hisz ebből alakult ki minden sejtünk, mint az elültetett magból a kinőtt növény. A magot már nem fogjuk megtalálni, csak a kifejlett növényt. Szóval ezek lesznek a megértésnek a lényeges pillérei, hogy lássuk, hogy milyen konfliktusok vannak, milyen idegi központok irányítják. A sárga színnel jelzett alsó vagy belső csiralemezből lesznek azok a szerveink, amelyek biztosítják eleve a túlélésünket. Biztosítják számunkra a megfelelő táplálékot, vizet, fényt, hangot és természetesen levegőt. És ezeket a falatokat meg kell kapjuk ahhoz, hogy életben maradjunk. Ugye mi az, amivel legrövidebb ideig bírjuk ki? A levegő, azt hiszem. Nyilvánvaló, hogy a levegővel bírjuk ki legrövidebb ideig, tehát a halálfélelmi konfliktus mindig tüdőszövet szaporulatot fog elindítani bennem, attól függetlenül, hogy a saját halálomról, vagy valaki más halálának a félelméről, tehát attól félek, hogy meghal valaki szeretett ismerősöm, vagy rokonom, az is az én tüdőmben indítja el a tüdőszövet szaporulatot. Látjuk, az agytörzs irányítja, a legősibb agyi képlet irányítja ezeket a folyamatokat. A narancssárga középső csiralemez, vagy mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja, amit itt látjuk, narancssárga színnel, nyílirányú metszetben, alul a kisagy fölötte a fehér állomány ábrázolását látjuk Hammer doktor színeivel. A kisagy a vélt vagy valós támadásokra fog sejtet szaporítani a hozzátartozó szövetekben.
A fehér állomány pedig az önleértékéléssel kapcsolatos konfliktusokban fogsz vett sorvadást indítani a hozzákötődő szervekben, szövetekben. Ezekről a konfliktusokról mind külön webkonferencianyagot hallgathatunk meg. A piros színnel jelzett külső csiralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, láthatjuk piros színnel azt is. Az elválasztási és birtokkonfliktusok tartoznak ide. Itt is először sejtet sorvasztunk, majd megoldásba visszaépítjük. Jobb oldalt pedig látjuk azokat a keresztmetszeti képeket, amelyek szintén Hammer doktor könyvéből valók. A krónikus betegségeknek az oka pontosan az, hogy nem oldjuk fel a konfliktust érzelmileg. A konfliktus nincsen megoldva, mondjuk megbocsátok, de nem felejtek, ez nem érzelmi megoldást jelent, akkor a folyamatos, mondjam azt, hogy változatlan körülmények közötti élet fenntartja magát a konfliktust, és ebből adódóan a biológiánk veszélybe kerül, mert vagy túlzásba visszük a sejtszaporítást, vagy túlzásba visszük a sejtszintű sorvadást, vagy egy működést elég sikeresen blokkolni tudunk. Ez a meg nem oldott konfliktus a függő konfliktus aktivitáshoz vezet. A policiklikus lefolyás a második sorban annyit jelent, hogy a tüneteink szünetek beiktatásával újra meg újra visszatérnek, recidiválnak. Ez csak azért van, mert nem történt meg érzelmileg a konfliktus feloldása, és igen ritkán kerülünk sínre, ezért a program mindig végig tud futni, de újra el is indul, amint ismét sínre kerülünk. A függő gyógyulás a harmadik ábrája Hammer doktornak azt mutatja, hogy a sínek túl gyakran érkeznek, azok a kis kék szakaszok annyit jelentenek, és ez elakasztja a már beindult gyógyulási folyamatot, és újra elakasztja, tehát függő gyógyulási folyamat fog kialakulni, aminek a jellemzője azért az állandóan fennálló fájdalomérzet. A megoldásban nem vagyunk egymagunk, hiszen vannak nekik segítőink. A szabad szemmel nem látható mikroszkópikus segítőinket mikrobáknak nevezzük, és ezek a csíralemezekhez kötötten segítenek nekünk a sejtek számának helyreállításában. Vagyis ha sejteket szaporítottunk, mert falat vagy támadási konfliktust, vagy gondozási konfliktust éltünk meg, akkor a megoldásban a felesleges sejteket a gombák és a gombabaktériumok, vagyis TBC baktériumok fogják lebontani. Ha viszont önleértékelés miatt sejtszintű sorvadást indítottunk, vagy elválasztási konfliktus, vagy birtokkonfliktus miatt sejtszintű sorvasztást indítottunk, akkor a baktériumok és vírusok lesznek azok, akik segítenek visszaépíteni a hiányzó sejtjeinket. Ezt az összefüggést Hammer doktor fedezte fel és írta le a csiralemezhez kötött mikroorganizmus hatást. Az ötödik természettörvény teszi fel a koronát Hammer doktor eddigi felfedezéseire, hiszen leírja a lényeg megértésének a törvényét, és ha a lényeget megérti valaki, akkor mindent megért. Nagyon lényeges lenne, hogy kinézzünk az ablakon, mondjuk holnap reggel is, és megcsodáljuk a természetet. Rájövünk, hogy minden, ami él, az élni akar. Vagyis minden élőlény a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át. Ez pedig nem nevezhető rossz indulatú folyamatnak. Vagyis a természetben nincs rossz indulat, csak az emberek fejében. A természetben értelmes biológiai különprogramok vannak. Hammer doktor törvényei nem csak az emberekre, hanem az állatokra, növényekre, sőt egysejtőekre is érvényesek. Szóval meg kéne nyugodnunk, amikor az orvos azt mondja számunkra, hogy beteg, vagy éppenséggel gyógyíthatatlan, hát akkor ezt egy el kellene engedjük a fülünk mellett, és a szervezetünket abba kéne támogassuk mindösszesen, hogy meggyógyuljon. Ehhez viszont el kell engedni mindenféle páni félelmet. Tehát, ha tudom, hogy a tüneteim azok a gyógyulásról szólnak, és nem az életemre törnek, akkor tudom, akkor megnyugszom, és akkor meg is gyógyulok. Nyilvánvaló nem mindegy, hogy mennyit ültem a konfliktusaktív szakaszban, mert annál intenzívebbek lesznek a
tüneteink a megoldási szakasz közepén. Ez természetesen így van. És vannak helyzetek, amikor bizonyos gyógyszerek bevétele szükséges ahhoz, hogy a szervezetünket életben tudjuk tartani. A germán gyógytudomány ismerete nem azt jelenti, hogy 100%-ban mindent elutasítunk, amit az orvostudomány felfedezett. Nagyon jó dolgokra jött rá az akadémikus orvostudomány, csak hogy azokat kellene belőlük használni, amelyek a gyógyulásunkat támogatják, és nem az, ami a betegen maradásunkat támogatja. Nos, nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe ezek szerint semmi olyan dolog, ami külső tényezők hatása. A mérgezések, a sugárzások, az orvosi műhibák, a balesetek, hiánybetegségek, ezek természetesen nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Ezeknek nem is lesz az agyi CT-n lenyomatuk, mert nincs lélek-agyszervtengelyről szó. A lélek-agyszervtengely azt jelenti, hogy egy olyan váratlan, meglepetésszerű megélésem volt, amiben benne ragadtam, és ez az agy közvetítésével indította el bennem azt a bizonyos túlélő programot, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevez. Nos, a nehéz légzéstől a légzési elégtelenségig azért vannak fokozatok. És nyilvánvaló, hogy a tüneteknek az erősségét azt fogja meghatározni, hogy mennyire kevés az az oxigén a véremben, amire valójában minden sejtetnek szüksége van. Nyugalmi állapotban mondjuk nincsen tünet, mert a szervezetem kompenzál. Vagyis a vérgázok még normális tartományban találhatóak, de ha már egy megszokott munka, tevékenység felborítja az elegendő oxigénhez való jutást, akkor már jelentkezik a diszpnoé, vagyis a nehéz légzés. Ha nyugalmi állapotban is az az érzésünk, hogy nem kapunk elég levegőt, sőt, láthatóan szederjes, cianotikus a bőr, és csökkent a tüdőkapacitás, alacsony a véroxigén szint, amit mérni lehet, emelkedett a széndioxid szint, akkor már itt egy olyan állapotról beszélünk, amikor mindenképpen orvosi segítségre szükség van. Nem magyarázni kell a betegnek, hogy ja Istenem, mit csináltál, hanem itt tevőlegesen az illető számára biztosítani kell a megfelelő oxigének a bejutását. Aztán a nyugalmi légzés elégtelenséghez, szívelégtelenség is társul, akkor az már tényleg egy életveszélyes állapotot jelez számunkra. Légzési elégtelenség fennállását, ha kutatjuk, akkor különböző oldalról, illetve különböző irányból fogunk ugyancsak légzési elégtelenséghez eljutni. Mindenki számára egyértelmű, ha a bemeneti nyílás szűkebb lesz, tehát ahol a levegőnek be kell jutnia, akkor csökkenni fog a bejutó levegő mennyisége, ezt hívjuk obstruktív tényezőnek. Ha csökken a légző felület valamilyen oknál fogva, azt majd részletezzük, hogy miként és hogyan, akkor természetesen már megint csak fel fog lépni a nehéz légzés, és akkor is, hogyha a légző mozgás csökkent valamilyen oknál fogva, ezt már restriktív tényezőnek nevezzük, a légzőfelületnél azért, a légzőfelület mozgása azért kevert forma, mert mind az obstruktív, mind a restriktív tényezők ott előfordulnak. Aztán ne feledjük azt sem, hogy a csökkent szívműködés is nehéz légzéshez vezet. Tehát itt nem a tüdővel, hanem tüdőn kívüli extrapulmonális okokról beszélünk. És csökkent vörösvértes szám is oda vezet, hogy nem kapunk elegendő levegőt, hiszen köb milliliterenként 5 millió vörösvértes számnak kell lennie a vérünkbe. Egy köb milliliterben 5 millió. Tehát tessenek elképzelni, ha ennek csak a fele van jelen, akkor nyilvánvaló, hogy a sejtjeinknek oxigénhez való jutása hát nem lesz annyira egyértelmű, mintha megvan mind az 5 millió vörösvértes szám. És vannak környezeti tényezők, amelyek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Ilyen például a légnyomás, tehát a Kesson betegség, amikor valaki hirtelen jön fel a mélyből, vagy éppen metróépítésből a Duna alól, vagy nagynyomású helyről hirtelen jön ki, akkor természetesen ez egy fizikai tényező lesz, amitől szétmegy a tüdeje, és esetleg belehal. A füstmérgezés se tartozik ugye ide,
vagy a szénmonoxid mérgezés, ugye ősszel, amikor fornak a mustok. A mérgező gázok, ugye, amit még az első világháborúban leteszteltek, ezek nem a génem tárgykörébe tartozó kérdések, de nyilvánvaló, hogy ezek is nehéz légzést fognak okozni. Tehát csak tisztáztuk, hogy hány irányból tudjuk ezt megközelíteni, és most egyenként minden pontot megnézzük. Ugye csökkent bemeneti nyílás mikor lép fel? Hát akkor a legmagasabb bemeneti nyílás ugye a GÉGE, és a GÉGE program azt jelenti, hogy rémület, félelem, konfliktus. Ez az, amikor köpni, nyelni nem tudok, összeszorul a torkom, és alig kapok levegőt? Igen, pontosan erről van szó. Hát de ki nem élt vár meg ilyen hirtelen, váratlan esemény kapcsán olyat, hogy elállt a lélegzete. És nem a csodálkozástól, hanem a félelemtől. Igen, ezt én, ha szabad egy ilyen személyes emléket megosztanom, azt hiszem, hogy a kémia órák egyike volt egy ilyen, amikor a vegyértékeket kérdezték tőlem, és azt sem tudtam hirtelen, hogy melyik földrészen vagyok, hogy mennyi a vasnak a vegyértéke. Akkor volt bennem egy ilyen torokszorító, teljesen lebénító program, amit azt éreztem, hogy meg nem tudnék nyikkanni még az se, hogy hívnak. Igen. Mert egyszerűen nem jön ki szó a torkomon. Ezekkel a konfliktusokkal mit lehet kezdeni? Vagy hát, hogyan, meddig tarthatnak ezek? Hát ezek általában rövid ideig tartanak. Hála Istennek, nem maradunk így. De van igen, az megtanultam a vegyértékeket, és megválaszoltam. Igen. Nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, ugye a Garat és GÉGE programjainál külön kifejtettem, hogyha a rémület félelem mellé még egy másik birtokzónás konfliktus is társul, akkor jön a gyermeknek a fulladása, és rohanunk vele az ügyeletbe, mert a gyerek nem kap elég levegőt, mert le van blokkolva a bemeneti nyílás. Ugye ezt fogják GÉGE asztmának nevezni. Aztán a hörgő is képes ugye összeszükülni, de ehhez csak birtokféltést kell megélni, mondjuk függőgyógyulással, és akkor lesz belőle krónikus légcsőgyulladás, vagy bronchitis, vagy egyéb ilyen programok, akár a légcső falának a kivékonyodásához is elvezető programról beszélhetünk, és ugyanígy itt az asztma, a másik, a hörgőasztma ugyanúgy kialakul, ha az agy másik oldalán van egy másik birtokzónás relé, és van egy ritka dolog, az a mukoviszcidózis. Ne feledjük el, hogy minden falatot benyálazzunk, ugye? Nem csak a táplálékot, hanem a levegő falatot is be kell nyálazzuk, hogy az bejusson, nem véletlenül nedves az egész légcső, és ez a sűrű nyákos váladék, ez a kehelysejteknek a váladéka lesz, viszont ha nem jutok megfelelő levegőfalathoz, akkor a benyálazás intenzívebb lesz, mint normálisan szokott az lenni. És ekkor indul be ennek a nyáknak az átalakulása, sűrűbbé válása, és ezáltal még jobban nehezíti a belégzést. Tehát nem kellene a gyereknek az orrát és a száját sállal lekötni, hogy nehogy megfázon a torka, hanem orrlégzésre kéne a gyereket visszaszoktatni, és akkor akármilyen hideg van kint, se a torka, se az orra nem fog megfázni az ilyen gyereknek. Nos, a rémületfélelemről ezt a képet már ismerjük Hammer doktor könyvéből. A DHS, tehát mindig egy váratlan esemény, egy rémületfélelem, amelynek a konfliktus aktív szakasza alatt megtörténik a GÉGE nyálkahártyájának a sorvadása, és a megoldásban ennek a visszaépítése, ami rekedséggel fog járni. Itt látjuk jobb oldalt a GÉGE asztma kialakulását. A birtokzónában találjuk meg bal oldalt azokat a reléket, amelyek nőies reakciókban vesznek részt, és itt van a rémület félelemnek is a reléje. A felső képen a baloldali reléről beszélek, be is van karikázva. Most, ha a másik oldalt, jobb oldalt látunk, egy másik bekarikázott birtokvesztés konfliktust jelző
becsapódást, akkor ez rásegít erre a rémület félelemre, és fokozni fogja a GG-nek a görcsét. Akkor viszont, ha megtörténik egy birtokféltés konfliktus, harmadik rajzon vagyunk, amikor is a rémületfélelemmel pont szemben a másik oldalon lesz egy aktív góc, akkor fellép az a status asztmatikus, vagyis az az asztmás krízis, amikor már a levegő se be, se ki nem fog menni. Ilyenkor mi a teendő? Hát ilyenkor mentőt kell hívni sürgősen, mert a levegőt nyomással be kell jutatni a tüdőbe, különben az illető egyszerűen megfullad. Nem kellene idáig eljutni a konfliktusokat, ha naponta lezárnánk, ha nem múlna el úgy el nap, hogy ne békével zárnánk le a napjainkat, akkor ilyen helyzetek soha ki nem tudnának alakulni. Nagyon lényeges lenne ennek a megértése. A hörgő program tehát birtokféltést jelent, és ez függő gyógyulásban ugye létrehozza a krónikus bronchitiszt, létrejön az asztma, erről szóltam az előbb. A birtokféltés tehát a levegő levezető rendszert érinti, láthatjuk itt ezt a kis csövecskét. Ugye ennek van nyálkahártya bélése, és a levegő ezekbe a tüdő fürtökbe, a cinusokba fog leérkezni, és itt történik meg a levegőcsere. Nos, a birtokféltés elegendő birtokféltésként azt is megtapasztalni, vagy megélni, hogy féltem az apámat, hogy ja Istenem, mi lesz vele. Ez már egy birtokféltés konfliktus. Féltem a munkahelyemet, hogy ja Istenem, mi lesz, ha jövő héten azt mondják, hogy nem kell bemenjek többet dolgozni. Birtokféltés lehet mondjuk az is, hogyha a saját egészségem féltem, most azért rengeteg kószahír, kóborhír elhangzik az egészségemre, önmagamra, testemre is tekintetek birtokként? Természetesen. Hát az én testem az én birtokom, és hogyha ezt féltem, akkor természetesen beindítom a birtokféltés konfliktust is. Most ennek a gyógyulása a tüdőgyulladásnak nevezett folyamat lesz. A birtokféltés a birtokzónákat tekintve a jobb oldali férfias birtok zónába csapódik be. Itt látjuk az izom és a nyálkahártya relét a felső két képen, jobb oldal. És hogyha egy rémületfélelem is hozzácsapódik, akkor ugyanúgy kialakul a status asztmatikus, vagyis az asztmás krízis. A konfliktus aktív szakaszban tehát sorvasztjuk a nyálkahártyát, a megoldásban pedig visszaépítjük. Az epileptoid krízisben pedig fokozódik a hörgő görcs, és ez annál fokozottabb lesz, minél inkább van a másik oldalt, amit itt látjuk a középső képen. Egy másik relé is konfliktus aktív szakaszban, ez jelen esetben egy identitás konfliktust jelöl. Nyilván a tüdőről szóló webkonferencia anyagban ezeket részletezem. Ne feledjük el, hogy a csökkent légző felület is okoz ugye légzési elégtelenséget. Hát természetesen, de miért is csökken a légzőfelület? Hát mert éppen zajlik egy tüdőgyulladásnak nevezett folyamat, vagy elzáródott néhány tüdőszegmentum, tehát ilyen tüdőlebenyke, hogy magyarul fogalmazzak, nem jut bele a levegő, és hát akkor nyilván kiesett a működés alól. A csökken a légzőfelület a tüdőfibrózis miatt is, a tüdőembólia miatt, valamint az emfizéma miatt. A tüdő felszínnek a szaporodását mindig a halálfélelmi konfliktus fogja elindítani. Aztán a lebontása következtében ki fognak alakulni a szövethiányok, és ez lesz az emfizéma vagy tüdőtágulás. Magyarra fordítva az emfizéma tüdőtágulást jelent, mert elbomlanak ezek az előbb jelzett kis levegő fürtöcskék, és természetesen kevesebb lesz a légzőfelület az emfizéma kialakulása miatt. Tehát halálfélelem az egyik probléma, a másik viszont, amint mondtam, az a birtokféltés, ami ugye tüdőgyulladáshoz vezet.
Na most a elégtelen légcsere éppen a zajló tüdőrák miatt is kialakul. A COPD pedig, a krónikus obstruktív tüdőbetegség, az a birtokféltés és a halálfélelem együttes hatását jelenti. Mutatnék néhány képet, hogy éreztetni tudjam, hogy miről van szó. A tüdőfibrózisnak látjuk itt a röntgenfelvételét, ami mutatja, hogy az intersticiális szövetek, ezek az nagyon jól lerajzolódnak, látszanak ezek a kis vonalkák itten. Miről van szó? A tüdőfürtöcskék és a hozzájuk vezető hörgöcskék között lennie kell egy kötőszöveti, rugalmas kötőszöveti állománynak, ami egyben a tüdő rugalmasságát is adja. Ez új mezodermához tartozó szövet, vagyis narancssárga oszlopba tartozik, és az önleértékelés lesz az, ami sorvasztja, majd megoldáskor visszaépül több, mint amennyi volt. Elég azt a konfliktust megélni, hogy elszívják előlem a levegőt, nem engednek szóhoz jutni, mindig leosztják az ész nekem. Ebben az esetben ez az intersticiális rugalmas kötőszöveti rostállomány először sorvad, majd visszaépül és megvastagszik. Aztán megint eljátsszuk a történetet, megint sorvasztjuk, és megint visszaépítjük, és még több épül vissza. És ez lesz az, ami utána oda vezet, hogy a tüdőfibrózis ki fog alakulni. Ez a tüdőfibrózis kialakulásának a lelki háttere. Nyilvánvaló, hogy tüdőpor betegségek is tüdőfibrózishoz fognak vezetni, de az, mint mondtam, nem tartozik a GNM tárgykörébe. Itt van a halálfélelemnek is a röntgenképe. Ha valakinek a halála miatt van bennem félelem, akkor egy gyönyörű szép nagy gócot építünk ki, mint ahogy azt látjuk itt a baloldali röntgenképen. Ha viszont a saját halálom miatt van bennem félelem, akkor fog kialakulni ez a, mintha hópelyhes lenne ez a röntgenfelvétel. Tehát sok apró sejtes góc alakul ki a tüdőben, mert a saját halálom miatt van bennem félelem. Ez elegendő, a ráktól való félelem, vagy éppenséggel be is mondják minden empátia nélkül, hogy kérem szépen ez rák, és a napjai meg vannak számlálva, és innentől a halálfélelem elindítja bennünk mindkét tüdőben az apró sejtes szövet szaporulatot. Amikor a halálfélelem és a birtokféltés együtt van jelen, akkor alakul ki ez a COPD-nek nevezett, krónikus obstruktív tüdőbetegségnek nevezett folyamat. Láthatjuk, hogy a fenti részben, hát ilyen nagyobb, mondjam úgy, hogy légző hólyagokat találunk, amelyek valójában azért lettek nagyobbak, mert már elpusztult a halálfélelem miatt a közöttük levő tüdőszövet. Egyre nagyobb lyukak alakulnak ki, és ennek egyre kisebb lesz ugye az a felülete, amin keresztül megtörténhet a levegőcsere. Ugyanakkor az oda vezető csövekben, amit látjuk, ott viszont szűkület lép fel a birtokféltés miatt, mert itt sorvasztok és építek, egyre többet építek vissza, egyre szűkebb lesz a levezető rendszernek a képe. Tehát nem a dohányzás okozza a krónikus obstruktív tüdőbetegséget, mint ahogy ezt hirdetik. A tüdőrákot sem a dohányzás okozza, hanem a halálfélelmi konfliktus. És ezért van, ha dohányzás okozná, akkor minden dohányosnak kéne ilyen betegsége legyen, illetve nem dohányos embernek nem volna szabad. Se krónikus obstruktív tüdőbetegsége, se tüdőrákja nem volna szabad, hogy legyen. Tehát itt a okokozati összefüggések azért sántítanak, szeretnék megnyugtatni mindenkit. Aztán van a légzési elégtelenségnek az a része, amikor csökken a légző mozgás, na de vajon miért csökkenhet a légző mozgás? Ha valakinek fáj a mellkasa, akkor tud nyugodtan szuszogni? Hát biztos. Hát fájdalmas a légzése, nyilvánvaló, akkor óvatosan veszi a levegőt, és a fájdalom miatt megmozdulni sem tud. Csak hogy ilyenkor a mellkasban van a fájdalom, van egy külön előadás, ugye angina pectoris és mellkasi fájdalom címmel, hogy különbséget tudjunk tenni a szív eredeti fájdalom és a mellkas eredeti fájdalom között. Tehát az a fájdalom, ami mozdulatra, mély belégzésre fokozódik, az teljesen biztos, hogy mellkasi eredeti fájdalom.
Na most ez abban az esetben lép fel leginkább, hogyha a borda közti idegek ugye becsípődnek. Ehhez viszont tönkre kell tegyem a borda közti idegek eredési pontját, vagyis magát a háti gerincet. A háti gerinc tönkretételéhez viszont meg kell éljem azt, hogy tönkrement az életművem. És mi az, amit életműnek nevezek? Hát bármi, amit miért egész életemben tepertem, küzdöttem, valaminek a megtartása, valaminek az igazolása, életmű lehet a karrierem, a családom tagjainak a karrierje, mert azt gondolom, hogy ez miattam jött létre, általam keletkezett. Lehet például az életművem, mindaz, amit elértem, az, ahogyan élek, az, ahogyan az életre gondolok, ahogyan viselkedek egy bizonyos közösségen belül, amit felépítettem magamról, hogy ki vagyok én annak a közösségnek, milyen tagja, oszlopos tag, stb. Ezek azok az elképzelések, vagy lehet inkább úgy nevezni, hogy azonosultságok is, amelyekkel mindannyian küzdünk. Ezeknek a helyes felismerése, illetve az életmű, mint fogalom, helyes értékelése, az nagyon fontos lenne, hiszen ha valamit felépítek lépésről lépésre, akkor az feltételezi azt is, hogy ez bármikor összedőlhet, bármikor megsérülhet, vagy egy társadalmi helyzet, vagy egy politikai helyzet megváltozásával is nagyon sokszor egy-egy életmű omlik össze. Nem ritka az a jelenség, például, hogy különböző rendszerváltozások egy-egy életmű munkáját veszik el, teszik tönkre, semmisítik meg, vagy osztják fel mások között. Igen. Ugye erről már számtalan példát hozott a történelem. Ezek azok a felépített elképzelések, dolgok, amelyek itt komoly szerepet játszhatnak, de gondoljunk csak egy vállalkozásra, egy cégre, hát az is az életművem, hogy ketten kezdtük, vagy egyedül kezdtem, és most 300 ember dolgozik, veszi fel a fizetését a munkája után. Ha ezzel valami történik, akkor ez az életművem összeomlását jelentheti. Azt hiszem, hogy sok mindent tudunk az életmű kategóriába beletenni, de vajon mi is az életünknek a fő műve? Az, amit anyagi szinten össze tudunk hordani, vagy az életem fő műve az, ahol most tudatosságban állok. Amit tudatosságban elértem, megtapasztaltam, ahogyan a világhoz, a világ történéseihez, illetve a többi embertársaimhoz, de legfőképpen önmagamhoz és az életemhez viszonyulok. Hát ezek az alapvető kérdések, amit tisztázni kell ahhoz, hogy megéri-e az embernek tönkretenni a háti szakaszát, és akkor fájdalmasan venni a levegőt a továbbiakban. De ne feledjük el, hogy olyan önleértékelések is, amelyek a mellkast érintik, teszem azt, egy mellműtét után egy nőnek az egyik mellét leveszik, és ezt nagyon súlyos önleértékelésként éli meg, ezt a régiót körbe érinti, és ezért képes a háti szakaszában a csikójákat összeroppantani. Nagyon gyakran előfordul az, hogy valaki nincs tisztában a saját életművével. Vannak személyesen is ismerek olyan embert, akinek halványira fogalma sincs, hogy milyen értékekkel bír, és teljes mértékben azt gondolja, hogy dehogy, és néha csak emlékeztetni kéne arra, hogy mennyi mindent megoldott, megtett, akár anyagi síkon, akár szellemi síkon, akár érzelmi síkon, akár tudatosságban mekkora előrelépéseket hozott, hiszen ezek a síkok nem elválaszthatóak. Én szeretném, ha helyesen és jól értenénk egymást, és csak azt értenénk a szavai mögött, amit én szeretnék ezzel közölni. A tudatosság van benne van az, ahogyan az anyagi világ dolgaihoz kötődöm, hogy ez túlzott ragaszkodás, hogy hol, kinek hol van a túlzott kötődése, azt mindenki egyénileg tudja. A tudatosság az, ahogyan a dolgokról gondolkodom, hogy előítéleteim jönnek elő,
hogy a feltételeim, hogy azok a szabványi sablonrendszerek, amiket iskolákban, illetve családon belül elsajátítottunk, hogy mennyire vagyunk ezekhez mereven ragaszkodó típusok, hogy csak azért, mert ezt így kell, ezt így szokás, ezt így illik, meg tudom-e magamtól kérdezni, hogy miért gondolom azt, hogyha nem leszek francia filmszínésznő, akkor az életem nem fog semmit érni, vagy mi az az ok, ami miatt ennyire hajtom magam? Túlhajszolom magam azért, hogy bemutassam, megmutassam, hogy annyit érek, mint más, és ugyanazt az életművet fel tudom építeni, mint az apám, a nagyapám, annak az apja, és annak az apja, és annak az apja, és annak az apja, és itt elakad a lemez. Ez a meg akarom mutatni. És ezzel folyamatosan meg akarom mutatni, belevisz olyan helyzetekbe, ha időben észreveszem, akkor még a szív tönkretétele előtt, ha nem, akkor már végzési elégtelenséggel, illetve egyéb programokkal tarkítva fogok rádöbbenni, hogy az életművem nem a bizonyítás, nem a túlhajszoltság, nem az anyagi javak felhalmozása, nem a státuszok és a státusz szimbólumok gyűjtögetése, hanem valami teljesen más. Feltesszük a kérdést magunknak, hogy miért vagyunk itt ezen a földön, vagy hogy a kedvenc könyvem címét idézem, mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen? Hát igen, amikor erre megadjuk a pontos választ, akkor ezek a konfliktusok is feleslegessé válnak, és ez az igazi megoldás, amikor már feleslegessé válnak ezek a bizonygatások. De megélhetünk támadási konfliktust, vélt vagy valós támadást, ezt ne feledjük el, mert az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. És amikor támadási konfliktusként élem meg azt, hogy mondjuk fájdalmas a lélegzetem, akkor jön a mellhártyának a programja, ugye védekezésre, az a mellhártya szöveteinek a felszaporodása, és ameddig úgynevezett száraz mellhártya gyulladás lesz, addig fájdalmas lesz a kibelégzés, mert nagyon érdekes, hóropogásszerű hallgatózási leletet fogunk a tüdő fölött hallani, egyetemista koromban hallottam, és még mindig tökéletesen vissza tudom idézni. Amikor már ez megoldásba kerül, és bejön a vízgyülem, akkor már ezt nedves mellhártya gyulladásnak fogják nevezni. Na most ehhez még hozzáteszem a Ja Istenem, mi lesz velem programot, a létkonfliktust, az egzisztenciális konfliktust, a meg nem értettséget, a kórház konfliktust, behoztak ide engem meghalni, akkor még több vizet fogok begyűjteni, ez viszont csökkenti a légmozgást, mert ne feledjük, hogy a mellhártya az azért van, hogy a tüdőt mondjam úgy, hogy kiragassza a mellkas falához, és vele együtt tudjon mozogni, de ha a víz kerül be, akkor ez a ragasztás megszűnik, és akkor bizony a tüdő nem fog tudni tágulni, vagyis csökkent lesz a légzőmozgás. Azt mondtad, hogy ha támadás éri a mellkasunkat, ilyen esetekben a vélt, valós vagy szimbolikus támadást is ide értendő. Igen. Tehát nem kell valaki engem mellkason rúgjon ahhoz, hogy azt érezzem, hogy már betámadott. Pontosan így van. Ez nagyon lényeges ezt tudni, hogy az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Aztán, ha úgy sikerül a vizet leengedni a betegnek a mellhártya üregéből, hogy közben oda a víz helyére levegő szippan be, ugye akkor létrehozom művileg a pneumotoraxot, vagyis a lég mellett. De persze ezt baleset kapcsán is létre lehet hozni. És jön ugye a túlhajszoltság, amiről az előbb már szóltál, a csökkent rekesz mozgás, abban az esetben lesz csökkent rekesz mozgás, amikor én kifulladásig csinálok valamit, mert nekem oda kell érnem, ha beledöglök is, oda kell érjek, este 6 órára, hogy lepakoljanak. Ugye ezt a konfliktust minden kamionsofőr ismeri, és ez lesz az, ami nappali elalváshoz vezet a volán mögött, mert csökken a véroxigén szintje, és belealszik a vezetésbe. Ez a túlhajszoltságnak az a része, ami a rekesz izmokra fog kihatni. De a túlhajszoltság természetesen a szívünkre is hat. Itt látjuk azt a képet, jobb oldalt, ahol ki van külön nagyítva ebben a karikában
A pleurális üreg, tehát ami ott fehéren van, gyakorlatilag az egy virtuális üreg. Úgy képzeljük el, hogy a mellhártyának a mellkas falához tapadó külső lemeze és a tüdő szövetre tapadó belső lemeze között mondjuk azt, hogy két csepp víz van összesen. És ez a nagyon kevés folyadék összetapasztja ezt a két réteget, épp úgy, mintha két üveg közé teszek egy csepp vizet, akkor az a két üveglemez teljesen összeragad, mert fellép egy úgynevezett adhéziós erő a két lemez között. Viszont, hogyha ide bekerül levegő vagy nagyon mennyiségű folyadék, akkor természetesen, hogy ez a tüdő már nem fogja tudni követni a mellkasnak a mozdulatait. Ezért nagyon lényeges tudnunk azt, hogy a légnyomás itt ebben a picike üregben mindig kisebb kell legyen, mint ami a tüdőnek a légnyomása, mert ha fordítva van, akkor természetesen kollabál a tüdő. Tehát ha túl sok levegő vagy víz érkezik ebbe a pleura üregbe, akkor a tüdő kollabál, összeesik. Ne feledjük, ugye, úgy említettem, rugalmas rostok vannak benne. És ezek a rugalmas rostok összehúzzák a tüdőt abban az esetben, ha nincs kifeszítve a mellkas fal belső részéhez. Remélem, sikerült elég plasztikusan elmondanom, hogy miről is van szó. És aztán vannak az extra pulmonális okok, vagyis amikor nem a tüdő anatómiai vagy működési rendellenessége miatt nem jut hozzá a levegőhöz, hanem csökken a szívműködés pontosan a túlhajszoltság miatt. A túlhajszoltság ugye tönkreteszi a szívizomrosnak a haráncsikolt rostjait, és egyre gyengébb és gyengébb lesz az egyetlen szívünk. Erről külön webkonferencianyagban lehet tájékozódni. Ide juttat minket az infarktus utáni állapot, tehát a szívizom elhalása természetesen csökkent szívműködéshez fog vezetni, de a túlhajszoltságnak a függő gyógyulásban való fenntartása elvezet a ritmus és vezetési zavarokhoz, pitvarfibrilláció, stb., illetve elvezet a különböző billentyűhibákhoz. Ha viszont szünet nélkül folyamatosan gyakoroljuk a túlhajszoltságot, eljutunk a szívüregek teljes kitágulásához, a DCM, dilatatív kardiomiopátiát jelent, tehát kitágulnak a szívüregek, ezek erejüket vesztik, és ennek a következménye lesz az, hogy tényleg az illető betegnek még nyugalomban sem jut elegendő oxigén a szervezetében. Aztán jön a következő extrapulmonálisok, vagyis nem tüdő, hanem egyéb ok, ez pedig a csökkent vörösvértes szám miatti légzési elégtelenség. Már a bevezetőben is említettem, hogy egy köbmilliliterben 5 millió vörösvértesnek kéne lennie, de legalább 4,5 milliónak, ahhoz, hogy legyen elegendő sejtünk, ami elszállítja a szervezetünk minden sejtjéhez az oxigént, és onnan visszatüdőhöz a széndioxidot. Na most mit kell tegyünk ahhoz, hogy csökkenjen a vörösvértes szám a szervezetünkben? Hát akkor inkább mondd el azt, hogy mit ne tegyünk, hogy... Ja. Ne csökkenjen a vörösvértes számunk, azt hiszem, hogy senki nem akarja. Senki nem akarja ezt elérni, akkor kérem, le kell állítani a súlyos önleértékelést. Mert a legsúlyosabb önleértékelés a csontrendszert érinti, már pedig a csontokban történik a vérképzés. És ha én sorvasztom a csontomat, akkor a vérképzés is érintett lesz, már konfliktus aktív szakaszban, és a sajnos még a megoldás követő fázis első részében, az exudatív fázisban a vörösvértes szám még mindig alacsony. Ott először a fehérvérsejt szám rakódik helyre, és majd az epileptőkrízis után jön meg a vörösvértes számának az emelkedése. Szoktuk azt mondani, hogy ez a velejéig ható önleértékelés, és milyen érdekes, hogy igen, csontvelőben képzelődik. Igen, tudunk egymásnak annyira durva megjegyzéseket tenni, hogy az illető teljesen felkészületlenül, váratlanul ér, és utána, mint egy megbabonázva, nem tud ettől a mondattól, vagy ettől a megéléstől szabadulni. Ezeket a súlyos önleértékeléseket gyerekkorban szokták megélni az emberek, természetesen felnőttkorban is
képesek vagyunk rá, de nehogy azt higgyük, hogy a gyerekek nem élhetnek meg akármit. Sőt, nagyon érzékenyek, és nagyon is reagálnak minden olyan konfliktusra, ami hát a szeretettel van kapcsolatban. Jó lenne ilyen esetekben megvizsgálni azt a hallott információt, hogy kitől származik, és vajon mennyire igaz az, amit mondanak. Érdemes ezen egy pár percet, maximum 5 percet elgondolkodni, hogy vajon mi motiválta azt az embert, hogy azt mondja nekem, amit. Vajon nem éppen a saját tehetetlenségét, a saját elégedetlenségét, a saját sikertelenségét próbálja megmagyarázni más emberek hibáztatásával? Vajon nem pont ez az oka annak, hogy olyan dolgokat mond, ami engem megbánt, hogy akkor felül tudjon kerekedni? Vajon hány és hány játszma, hány és hány olyan elhangzott hazugság okozott már nagyon súlyos és nagyon komoly önleértékelést, amit még maga az sem gondolt komolyan, aki ezt kimondta? Vajon érdemes ilyen szinten az önleértékelést elindítani, hogy magát a csontrendszeremet, a vázrendszeremet, a vérképzésemet tegyem tönkre? Vajon megéri ez a mondat nekem azt, hogy emiatt ilyen súlyos önleértékelési programot indítsak el? Valóban fontos ez annyira, hogy akár életem árán is ezzel a programmal fizessek, mert elhiszem másoknak azt, amit rólam mondanak? Hát ez az. Mert az önértékelésben benne van az, hogy önmagam értékelése. Tehát ha az önmagam értékelése nem ér annyit, mint valaki másnak a mondata, vagy véleménye, elképzelése, és amögött bármi is legyen, akkor a biológia, bocsánat, de jogosan veszi tőlem vissza az életem irányításának lehetőségét. Ha te önmagadnak nem vagy elég jó, akkor... Azt mondja a biológia, hogy hoppá, ez nem támogatja a túlélést, tehát ami nem jó, azt le kell bontani. De pontosan azért, hogy a megoldásba erősebbet építsek vissza, mint amit lebontottam. Ez a biológiai értelem. De vajon miért tesszük mások véleményétől függővé a saját életünket? Hogyan lehetne ezekből az ördögi körökből kimászni? És engedd meg, Karesz, hogy itt most a tanfolyamra utaljak, ameddig nem értem meg, hogy mindaz, amit a testemmel, gondolatilag, érzelmileg, illetve viselkedésemből kifolyólag megteszek, bocsánat, szabad így kifejeznem, elkövetek, hogy annak következményei vannak. És nagyon súlyos következményei lehetnek egy önleértékelésnek, igen, addig ezt a rossz szokást nem tudom abba hagyni. És nagyon fontos lenne azt is tudni, hogy mindez még annak ellenére, hogy a teljes csontrendszerem, vázrendszerem elmondását is fenyegetheti, ha ezt nagyon súlyosan és több szinten megélem, még ez is egy lehetőséget tartogat ahhoz, hogy újra teljes értékű, még erősebb, még izmosabb, még többet bíróbb, még strapabíróbb emberré váljak, ha ezt megengedem a biológiának. Igen, ha megelőlegezem a bizalmat a biológiának, és a megoldási fázisban jelentkező fokozott gyengeséget nem élem meg újabb önleértékelésként. Ez itten a dolgoknak a csapdája, de a Miért akad el a gyógyulásunk című előadásban erre külön kitérünk, meg hogy miért élünk meg konfliktusokat, erről is van külön webkonferencia előadás, csak meg kell nézni. Azt látom, hogy kiírtad, hogy a fokozott vérveszteséghez vezethető állapotok ról is szeretnél. Igen, hát rengeteg van belőle, csak itt tényleg néhányat mondtam. A folyamatos bosszankodás az nagyon jellemző az emberekre. Képesek vagyunk bosszankodni, és ez gyomorvérzéshez vezet. És csinálhat olyan gyomorvérzést, okkult vérzést, amit nem fogunk észrevenni. De egy nagyon durva birtokbosszankodás tud akkora fekét csinálni, hogy átjukad a gyomor, és az illető elvérzik, még mielőtt rájönnének, hogy mi a baja. Aztán van mezentériális bélfodor vérzés okozta belső vérzés. Ha megnézzük a mezentériumról szóló, bélfodorról szóló webkonferencianyagot, külön kitérek rá, itt is megoldatlan falat konfliktusokról beszélünk. És a leggyakoribb vérzések közé tartozik azért a, hát mondjam, az a mélyüri vérzés. Ugye, hölgyeim, hogy egy élet során hányszor élünk meg
mondjam úgy, hogy menstruációs vérzés zavart, menstruációval, vagy azon kívül fellépő külön nagy mennyiségű vérvesztést, mélyűri vérzést, amit már metrorágiának neveznek. Tisztázni kéne a menstruációról szóló webkonferencia alapján, hogy mit is éltem meg. Egy ményálkahártya programot, vagyis prostituáltam a lelkem, ami elvezetett a ményálka túltengéshez, és annak leszakadása fokozott vérzéssel jár, vagy szexuális konfliktus is volt mellette, vagy veszteségkonfliktus is volt mellette, vagy mind a három egyszerre. Mert hogy ezek azok a konfliktusok, amelyek a nőgyógyászati vérzészavarok hátterében lelhetők fent. Ajánlom mindenkinek, hogy a menstruációról szóló webkonferencia anyagot nézze meg, ha ebben a témában érintett. Itt látjuk Hámer doktornak a méről szóló ábrázolását, és láthatjuk, hogy mindenféle szövet a méh felépítésében részt vesz. Tehát részt vesz a sima izom, az endodermális nyálkahártya az, ami béleli, a haráncsikolt izomzat képezi a méh nyak izomzatát, ugye, ami olyan erős, hogy képes fölötte a méhüregben megtartani a gyereket, a méhlepényt, a magzatvizet egybe, és van az ektodermális nyálkahártya, ami a méh szájat kívülről, belülről borítja, és nyilván az egész hüvelynek a borítása is piros ektodermális nyálkahártya lesz. Ezek a vérzések, ami a méh szájhoz kötöttek, azok mindig egy féltékenységgel kapcsolatos konfliktus következtében fognak fellépni, az epileptoid krízis fog vérzéssel járni, amit ugye kérdés, hogy mikor oldunk meg, mert lehet, hogy már mélyszáj sebb állapotban sikerül megoldani, de lehet, hogy eljutunk egész a méhnyakrák diagnózisához, és annak a megoldási szakaszában, az epileptoid krízisben igen intenzív vérzést fog tapasztalni valaki. Összefoglalva tehát a legfontosabb konfliktusokat, amelyeket el kéne kerüljünk ahhoz, hogy kapjunk elegendő levegőt, ugye, a legfontosabb a halálfélelmi konfliktus, aztán a birtokféltés, ami ugye a hörgőt érinti, a rémületfélelem, a gégebe menetet, a túlhajszoltság, a rekeszizmot és a szívizomzatot érinti, súlyos önleértékelés kihat a vérképzésre, és összeroppantja azért a háti szakaszt is, és fájdalmas lesz a szuszogás, és a magányosság és egzisztenciális létkonfliktusok azok, amelyek bármelyikhez, ha hozzáadódnak, fokozzák annak a programnak a súlyosságát. Én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan összefoglalót adnom, ami egy kicsit nem csak tüdőcentrikus, központú, hanem ugye kicsit kitekintünk egyéb tényezők irányába is, és megint csak megtapasztalhattuk, hogy a bennünk zajló biológiai programok azok nem a külső tényezőktől függnek, hanem attól, hogy hány érzelmi megrázkódtatást futtatok, és hogy ezek konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban vannak-e, illetve személyiségváltozást is okoz az, ha halmozok a különböző konfliktusokat. Ha tisztázzuk a megfelelő konfliktusokat, és azokat valóban érzelmileg le is zárjuk, akkor egy valós oké feltárást végeztünk, és egy valós megoldást, aminek már nem lesznek következményei. A germán gyógytudomány valóban tudomány, hiszen reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Ezek azok az ismérvek, amik a tudományosságra jellemzőek. Ami nem reprodukálható, kérem szépen, az nem tudomány. A statisztikára a germán gyógytudományban nincs szükség. A statisztika egy kitűnő módszer a közgazdaságtanban, a bármilyen matematikai vagy reál szakban, de itt nincs keresni valója, mert nem statisztikán múlik, hogy valaki meggyógyul vagy nem gyógyul, hanem csak attól függ, hogy megoldja vagy nem oldja meg a konfliktusát. Állatkísérletekre sincs szükség a germán gyógytudományban, hiszen az állatok konfliktusait nem ültethetjük át az emberekre. Abba kéne hagyni az állatok kínozását és gyilkolását kísérletek céljából is, mert nem erre, hanem az embriológia megértésére
van szükség mindösszesen, és az öt természettörvényre. Ez egy egyszerű, logikus rendszer, ami mindenki által megérthető, megtanulható, akár iskolában tanítható lenne, csak hogy akkor az embereket nem lehetne félelemmel manipulálni, mint manapság. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét.